teltházas koncertet adott a világhírű trombita virtuóz Boban Markovics a Szekszárdi Babits Mihály Művelődési Ház színház termében. A Balkán trombita királyának is elkeresztelt zenész méltán lett a cím birtokosa, aki többek között a Macskajaj című film zenéje után ismerhetünk. Már minden lehetséges versenyt megnyertem, ezután már csak a fiam, Markó útját egyengetem, hiszen most már ő az együttes vezetője, mondta többek között a művész a koncert után. Hét éves koromban kezdtem a trombitával foglalkozni, akkor nagyon lassúnak tűnt a tanulás a mai virtuózitásomhoz képest. A nagytatától örököltem muzikalitásom, ma pedig már az én általam írt melódiákat is hallhatta a közönség. Van még egy zenekarom otthon Szerbiában, ővelük az elektronikus műfajban tevékenykedünk, de a hip-hopban is otthon vagyunk. Körbejártuk a világot, többek között Chicagóban és New Yorkban is adtunk nagyszabású koncerteket. Nekem ezek a helyek tetszettek a legjobban, mivel hihetetlen volt a kint élő szerb közönség reakciója. A trombitának és a muzsikának köszönhetően megvalósult életem áll. Egy filmet is forgattam az idén Gucsáról, mely a világ legnagyobb trombita fesztiváljáról szól. Ebben én játszom a főszerepet. Ezen kívül saját album kiadását is tervezem DJ Stefanoval, egy teljesen más zenei stílusban. Mikor megtanultam járni, akkor már volt kapcsolatom a trombitával. 18 éves koromban már saját zenekarom volt, rengeteget muzsikáltunk együtt. Természetesen a híres Gucsai Fesztiválon is felléptem, ahol sok díjat nyertem. 13 éven keresztül mindig az első helyet szereztem meg. Az utolsó versenyen mesterlevelet is kaptam, így többé nem vehetek részt ezen a megmérettetésen. Emir Kusturicával több filmet is készítettem, ezen kívül nagyon sok énekessel dolgoztam együtt, majd beindult az európai karrier. Márko a fiam, aki 18 éves szülinapjára megkapta tőlem a zenekart. Ő a főnök, én csak egy fontosabb tag vagyok benne. Büszke vagyok rá, és nagyon meg vagyok elégedve azzal, ahogy a zenekart vezeti. A készülő filmtől, amit Márko már említett, díjat várok nem csak Európában, hanem Amerikában is. Ezen felül Dobrai Györgyel megállapodtunk, hogy a Viszkisről szóló filmzenéjét is mi fogjuk megírni. Azon, hogy a zenével meg lehetne oldani a politikai konfliktusokat, amik most itt Közép-Kelet-Európában vannak. Zvao me Željko Joksimović, koji inače...
Igazából nem gondolkodtam azon, hogy ezt is be kéne vállalnunk, de idefele jövet felhívott az egyik kollégám, a szerb kormány kérésére együtt fogunk dolgozni, ezért úgy tűnik számomra, ilyen magas szinten is fontos, amit csinálunk. Sviram na zahtev ljudi iz vlade kod nas.